A pulpitus előtt elhelyezett asztalok serlegekkel, a széksorok pedig diáksportolókkal és testnevelő tanárokkal voltak tele a megyeháza dísztermében. A hagyományos diáksport gálán minden esztendő végén elismerik azoknak a sportolóknak és felkészítő tanáraiknak a teljesítményét, akik a legeredményesebben szerepeltek az előző tanévben. Ezúttal is nagyszerű eredményeket értek el az általános és középiskolások. 45 éren volt a 2018-2019-es tanév termése az országos döntőkben. Nagyon termékeny esztendő volt ez is, de ezt már megszokhattuk, hogy a megyei diáksportolók valóban hozzák azokat az eredményeket, és ennek természetesen az alapja az a belefektetett munka. És hát ez azt eredményezte, hogy itt most egyrészt a jó tanuló, jó sportolókat tudjuk díjazni, és természetesen emellett azokat az intézményeket, testnevelőket, akik nagyon komolyan elvégezték azt a munkát, amely a megyei diáksport és a megyei sportéletért úgy gondolom, hogy el is kell végezni, és hát ez nekünk meg ez a köszönet napja, úgyhogy bízunk benne, hogy ez olyan évzárás, ahol amellett, hogy valóban egy díj özön van, amellett azért meg tudjuk köszönni azokat az érmeket is, amelyeket országos versenyeken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe hoztak a diáksportolók, hiszen ezáltal 16 arany, 13 ezüst és 16 bronzéremmel lettünk gazdagabbak ebbe az évbe is. Én úgy gondolom, ez egy nagyon komoly siker, és mi erre nagyon büszkék vagyunk. A Diák Olimpia versenyrendszerében 280.006 és 18 év közötti fiatal vesz részt 18 sportágban. A Magyar Diáksport Szövetség elnökségi tagja szerint ebben a mezőnyben elismerésre méltó eredményeket érnek el a szabolcsi sportolók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem csak a vendég szeretetéről híres, hanem rendkívül sok sikeres diák, iskola vesz részt a Diák Olimpiai versenyeken. Nyíregyháza városa több egyszer ad alkalmat nagyon színvonalas módon megszervezett diátadónak, ünnepségnek, úgyhogy mi ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a településnek és gratulálni a testnevelőtanároknak, igazgatóknak és elsősorban a diákoknak. A korábbi 28-szoros válogatott labdarúgó Rudolf Gergely is az iskolai futballtól jutott el a legmagasabb szintig. Nagyon jó emlékeim vannak, volt szerencsém többször is a Diák Olimpián részt venni. Hát sajnos ez már nem ma volt, és ennek már jó pár ideje, vagy hát jó pár éve. Úgyhogy nagy örömmel töltött el, hogy elnök úr rám gondolt itt a díjátadás kapcsán, és hogy én lehetek az, aki a megyei hát sportolóknak, jó tanuló sportolóknak, edzőknek átadhatom majd a díjakat. A gálán arról is szó esett, hogy ebben a tanévben ismét rendez országos döntőt a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület. Júniusban Nyíregyháza és Kisvárda lesz a házigazdája a legnépesebb mezőnyt felvonultató 4. korcsoportos összevont labdajátékok döntőnek, amelyen a versenyzőkkel, felkészítőkkel, szülőkkel együtt közel 2000 résztvevőt látnak majd vendégül a szervezők.